A magánéleted ráment erre az ügyre? Rá. Na. Rá. De hát azt gondolom, hogy aminek rá kellett menni, az ez a rá, ez mit jelent? Ez azt jelenti, na, hogy... Tudtam, hogy az mit jelent. De ez azt jelenti, hogy szétmentetek Bogival? Azt jelenti, hogy nem vagyunk együtt. Elváltok? Azt jelenti, hogy nem vagyunk együtt. Azt gondolom, hogy megválunk egymástól. És emiatt az ügy miatt ment rá? Vagy erre az ügyre ment rá házasságon? Hogy emiatt az ügy miatt, vagy nem emiatt az ügy miatt. Nyilván nehéz egy családfőnek odaállni, akit ennyit szekálnak, ennyit szaroznak a sajtóba, és erkölcsről és tisztaságról beszélni. Annak ellenére, hogy változatlanul ugyanúgy érzem magam, mint ezelőtt 6 éve vagy 7 éve, amikor ez a dolog kezdődött. Nehéz elmenni a nagyszüleim az apám sírjához, illetve a nagymamám sírjához a temetőbe ezzel a helyzettel. Megtépázták a nevemet, a becsületemet, a büszkeségemet. Ettől én még tudok élni, de nem úgy, ahogy eddig, másképp. Én el tudom fogadni ezt a helyzetet, harcolok az utolsó csepp véremig. Azt kell mondjam, hogy nem azt gondolom, hogy csak ez volt az oka annak, hogy így alakult az én kapcsolatom.